A tavalyi bajnok látszott. 11. perc, csepeli szabadrugás, mégpedig közvetett szabadrugás készülőben. Vancsa, Szalai ott van mellette. Egy jó lövés és gól. Látható volt, hogy Szalai Attila készül a leginkább a lövésre, és Vancsa legurítását be is bombázta a kicsit későn vetődött Iszl mellett. 10 perc játék után 1-0-ra vezet a Csepel. Még mindig Szekeres, Azolcei megy előtte, jó ütemben jön a labda, Azolcei jól is adja be, nem sok hiányzott a második gólhoz, Puskás és Pena inkább egymást zavarták, Azolcei, még mindig Azolcei, nagyon jól játszotta magát tisztára, jó a beadás is, Jakab, Tisztül Péter Újhegyel, Puskás, nem jut lövéshez, Jakab, ez viszont remek lövés, Disztl Péter tornázt a szögletre. 42. perc, szöveg miatt közvetett szabadrugás, 17-18 méterre lehet Disztl Péter kapujától, Szalai megpattan, és Disztl Péter még utána tudott nyúlni, utána szabadrugás kifelé, Jakab volt szabálytalan, Keresztúri, Kuntics, még mindig ott van, Puhalak mehet, Hajdú lábbal. Nagy kirúgás, Puhalak megmentette, és Nagy Tamás robog Toldi mellett. Igen, hát ez nem volt szabályos, semmiképpen Nagy Tamás megmozdulása. Viszont rettenetes volt a szabadrugás. Pena kihagyta, és még ott van Nagy Tamás, újra Disztl Péter. Óriási bravúr kétszer, és harmadszor is. Pena nagyon ügyesen lopta el, nagyon él Pena. Különösen a vízben, de most nézzük, mit tud a szárazon, utolérte Keresztúri.